Tótfalu közel 700 lakos számláló település. Az elmúlt évben 6 házasság kötetett, rekordszámú keresztelőt tartottak, és az elhunytak száma is csökkent. A tény az, hogy 18 gyermeket kereszteltünk, a másik nagyon komoly realitás pedig a 13 elhunyt. Tehát egyik a legjobb évnek ilyen szempontból, hogy kevés halottunk volt. 21-ben 18 volt, az se túl sok. És nem azért, mert a falu már kihal, és hát nincs kitemetnünk, hanem fiatalodott a falu. Ez érezhető. Utasi Jenő plébános Oromon is ellátja lelkipásztor feladatait. Mint mondja, ott már kevesebb gyermek született, viszont a halottak száma sokkal magasabb. A településen 2021-ben több mint 40-en haltak meg, 2022-ben pedig 30 temetés volt, míg 8 gyermeket kereszteltek. A községbeli adatok is hasonlóképpen alakultak. Magyarkanizsa község területén a tavalyi évben 130 kisbaba született, míg az elhunytak száma itt is csökkenő tendenciát mutatott. A legtöbb 477 elhunytat 2019-ben jegyeztek be, míg a 2022-es évben 422-en hunytak el. A község területén viszont csökkent a házasságkötések száma is, de ennek ellenére is elégedettek az illetékesek a házasulandók számával. De hát ez érthető, mivel hogy a tavalyi évre helyeződtek át mindazok a házasságkötések, amelyek a koronavírus miatt elmaradtak. Tehát 2021-ben hozzávetőlegesen 191 házasságkötésünk volt, idén pedig 148, tehát itt némi csökkenés mutatkozik, de ez a szám évről évre növekszik. Az illetékes kiemelte, a házasságok legnagyobb százaléka az önkormányzat hivatalos irodájában vagy a Városháza dísztermében köttetik meg, viszont a tavalyi évben már egyre többen kérték a szabadban való esketést is.